Sziasztok, ez itt a Lululent csatornája. Nagyon sokszor beszéltünk már arról, hogy a legszebb smink a tiszta és szép bőr. De hogy hogyan kell tisztítani reggel és este, most ezt néztetitek meg. Sziasztok, ez itt a Lululent csatornája, és ma az asszisztítás fontosságáról fogunk beszélgetni, illetve az érzékeny bőr ápolásáról. Úgyhogy megkérem Georginát, hogy egy kicsit mesélj nekünk erről, légy szíves, amíg én letisztítom Kincső arcát egy kis micellás vízzel. Az arctisztítás az rendkívül fontos a mindennapokban. Nem lehet eléggé hangsúlyozni azt, hogy ugye mi nők gyakorlatilag a nagy részünk sminkel. Még hogyha egy nagyon-nagyon enyhe sminket teszünk fel, pici szempillaspirált, egy kis BB krémet, akkor is mindenképpen azt el kell táborítanunk este. De hogyha nem teszünk fel semmit, smink nélkül vagyunk, akkor is fontos este megtisztítanunk az arcbőrünket, hiszen fagyú termelődik a bőrünk felszínén, illetve a szennyeződés, a por, ha városban sétálunk, ha futunk, bárhol, tehát rengeteg olyan szennyeződés kerül az arcunkra, amit este el kell távolítanunk, és utána tudjuk felhelyezni az éjszakai krémet esetleg. Ha ezt kihagyjuk, ezt a lépést, és egy szennyezett arcbőrre rakunk fel bármit, akkor az nem is fog tudni úgy felszívódni, tehát gyakorlatilag egy kosz rétegen mázgálunk valamit, semmi értelme sincsen. Reggel pedig azért nagyon fontos a bőrnek a tisztítása, mert bár megkérdezhetnétek, hogy hát de hát este ugye megmostuk az arcunkat, akkor reggel csak annyi, hogy más sminkelhetjük is. Ez nem igaz, mert az éjszaka folyamán ugyanúgy fagyú termelődik a bőrünkön, amit bár makroszkóposan, tehát szabad szemmel nem láthatunk esetleg. Van, akinek nem fénylik úgymond reggelre ki a bőre, a zsíros bőrűeknek inkább kiszokott, viszont ezt is el kell távolítanunk a reggel folyamán. Letisztítottam Kincső arcát, ugye mindig ezzel kezdem a sminkelést, és tényleg mindig érdemes letisztítani az arcot sminkelés előtt, a fent említett okok miatt, meg amúgy is hát egy tiszta vászonra sokkal könnyebb dolgozni. És sminkelés előtt amúgy sem szeretek, vagy nagyon ritkán szoktam nehéz krémeket használni, úgyhogy ez a Sensibio Light, ezzel nem nagyon lehet mellé fogni, mert érzékeny bőrre való, és nagyon könnyű a textúrája, és emiatt nem fog rajta a smink elcsúszkálni, elmászkálni. Úgyhogy most, hogy az alapokat elvégeztük, el is kezdem a sminkelést. Micellás vizet, vagy micit, ahogy szoktam hívni, meg nagyon sokan, sminkhibák kijavítására is nagyon jó használni. Most például lehullott egy kis festék, ezt ilyenkor leszoktam egy kis micellás vízzel szedni, de rögtön utána krémmel is át szoktam még egyszer menni, hiszen egyszer már hidratáltam ott a bőrt, és nagyon fontos, hogy a szem alatt még egyszer hidratáljam, úgyhogy ilyenkor át szoktam menni egyszer egy kis micellás vízzel, utána pedig még egy kis hidratáló krémmel. És ugyanígy például, hogyha elrontod a tusvonalat, ami azért lássuk be, hogy mindenkivel megesik néha napján, akkor akár egy micellás vízbe mártod fülpucolóval, akár az ecsetedet bemártod egy kis micellás vízbe, és sokkal könnyebben ki tudod javítani, és nem kell feltétlenül előről kezdeni az egészet. Most elkészült Kincső sminkje, aminek a felét micellás vízzel azonnal le is fogom mosni. Csukd be kérlek a szemed, és ezt is érdemes szerintem így szem előtt tartani, hogy a szemet sem gyötörjük, azt sem gyepáljuk, hanem érdemes egy kicsit így masszírozgatni a pillákat, egy kicsit rajta tartani, nem sajnálni a cuccot a vattáról. Ugye régen voltak ezek az alkoholos tonikok, amik viszont
brutálisan kipirosították még az olyan bőrt is, ami egyébként soha nem piros. Ugye a micellás vizek ennél sokkal kíméletesebben tisztelnek, de a micellás vizek gyűjtő fogalmat is lepontosítanám arra, hogy itt is vannak azért már tényleg rengeteg féle, de az, ami az első és a legjobb volt, és véleményem szerint azóta is a legjobb, az a Bioderma-nak a Sensibio micellás víz családja, illetve nyilván a bőrtípusoknak megfelelő micellás víz. Én is ezt nagyon-nagyon gyakran használom, illetve saját magamra ennek a habzó verzióját. Ami viszont tényleg fontos, és ezt most a bőr egészség szempontjából, hogy a vattára tényleg tegyünk eleget, mert hogyha egy száraz vattát húzogat az ember az arcán, azzal egyrészt se a smink nem jön le, sem nem teszi jót a bőrnek, hanem óvatosan, finoman, és amúgy pont itt közben mondtam kamerán kívül, hogy pont egy olyan szemfestéket sikerült feltennem meg rúst, ami egyébként iszonyú tartós, és baromi nehéz leszedni, mert nem gondolkodtam előre, de azt hiszem, hogy elég hamar sikerült, ahogy láthatjátok is. Kincsőnek most csináltunk egy fél arcot. Ez volt talán az egyik legrövidebben, vagy legkevesebb ideig viselt smink a smink történelemben. Minden esetre nagyon-nagyon köszönöm, hogy velünk tartottál, és adtad a fél arcodat, illetve az egészet. És köszönjük, doktornő, a nagyon hasznos tanácsokat. Hogyha tetszett a videó, akkor iratkozz fel a Lilulen csatornára, és várunk vissza legközelebb is.